Donnie és Connie Vernernek egy különleges okuk is volt arra, hogy nézzék az elnöki beiktatást a múlt hónapban. Ők építették ugyanis az egyik lovas hintót, ami felvonult az ünnepségen. Lovas kocsi építő vállalkozásuk most virágzik, néhány évvel ezelőtt azonban a csőd felé tartottak. Kansas állam egy távoli sarkában Donnie és Connie Werner egy ős régi fa megmunkáló mesterséget űznek. Vállalkozásuk neve Werner Wagon Works. A vállalkozásunkban lovaskocsikat csinálunk. Donnie kocsigyártó és kerékgyártó, ez a szakmája. Egy normál méretű szekér megépítése körülbelül 6-7, ha pedig fedett, akkor még több. Donnie nem a szavak embere, de nagyon élvezi, amit csinál. Mikor megkérdeztük tőle, hogy mit szeret a legjobban a fa megmunkálásban, azt válaszolta: nagyszerű érzés, amikor látom a kész terméket, a feladat eredményét. Nemrég azonban Donnie és Connie nagyon nehéz kihívással néztek szembe. Úgy 3 évvel ezelőtt a vállalkozásunk majdnem összeomlott. Úgy éreztük, hogy annyira a gödör mélyén vagyunk, hogy onnan már nem lehet felállni. Az üzlet nem ment, az adósság viszont halmozódott, és majdnem elérte a 250 000 dollárt. Amikor leállt az üzlet, hatalmas adósságot halmoztunk föl hitelkártyákon. És ez egy borzasztó dolog, csak sokasodik. Eljutottak arra a pontra, hogy Connie retteget felvenni a telefont. Csörgött a telefon, és mindig azt kérdezték, hogy mikor fogunk már fizetni. De fogalmunk sem volt már, hogy mit csináljunk. Connie aztán ráébredt, hogy megfeledkezett az adakozásról. Időnként fizettem tizedet, de ezt csak úgy hébe-hóba tettem. Olyankor kipipáltam, hogy jól van, ez is megvolt. Szóval egyszer-egyszer adtam. Connie aztán hallott egy tanítást, ami nagyon megérintette. A tizedfizetéssel kapcsolatban azt mondja Isten, hogy próbáljuk meg őt. Nem tudom, hogy van-e a Bibliában még egy ilyen téma. Wernerék akkor elkötelezték magukat az adásra, az elhatározásukat azonnali eredmények követték. Egyszer csak beindultak a dolgok. Egyik munka jött a másik után, majd újabb megrendelések. Mi pedig minden egyes munka után befizettük a tizedet. 2005-ben Wernerék a 700-as klub támogatói is lettek, az áldás pedig folyamatosan jött. Idén az egyik kocsit, amit egy dél-dakotai farmra készítettek, kiválasztották Obama elnök beiktatási ünnepségére. A rendkívüli méretű zöld-fehér lovaskocsit 6 belga ló húzta. Természetesen ez nagyon nagy megtiszteltetés volt a számunkra. 3 év alatt az adósságuk felét visszafizették. Minden egyes alkalommal, amikor visszafizetünk egy részt, a vállunkon a teher egyszerűen könnyebb lesz. Egy kicsit egyenesebben tudunk ülni, mert az adósságnak borzasztó súlya van. Sokkal könnyebben dolgozok minden nap, amikor tudom, hogy megy az üzlet, és látom a fényt az alagút végén. A kölcsönösség törvénye működik. Hallottam Petet tanítani erről, és működik. Nem tudok mást mondani, mint hogy próbálják ki. Bízzanak az Úrban, és próbálják ki. Ízleld és lásd, hogy az Úr jó. Wernerék működésbe hozták a Szentírás szavait, és a gazdasági hanyatlás ellenére Isten áldja őket, és megáldja mindazokat, akik bíznak benne és engedelmeskednek neki. Ez ilyen egyszerű. A következő igeverssel búcsúzunk Önöktől. Lépes méz a kedves szavak. Édes a léleknek, és gyógyír a csontoknak. Ennyi időnk volt mára, de nyugodtan keressenek bennünket, ha kérdéseik vannak, vagy imára van szükségük. A képernyőn látható címre írhatnak nekünk. Ezzel búcsúzunk Önöktől, Krisztinek, Lee-nek és mindenkinek. Köszönöm a közreműködését. Pat Robertsont látták, holnap találkozunk a viszontlátásra.